Bizalmasan beszélgetett betegével Juhász doktornő, amikor egy éve a Gyulai Kórházban jártunk. 15 éve szakorvos, mégis arra panaszkodott, hogy nagyon keveset keres. Aktuálisan 14 év után 250 és 300 ezer közötti a bruttó fizetése. Azaz 160-180 ezeret kapott készhez. Akkor még úgy tűnt idén januártól minden szakorvos, azok is, akik régóta dolgoznak, és azok is, akik most kezdtek, jóval több pénzt kaphatnak. Erről, valamint a szakorvosoknak tervezett nettó 270 ezer forintos fizetésről az egészségügyi államtitkár már tavaly februárban is beszélt. Hasonlóan a fiatal szakorvosokhoz, aki aláírja azt a megállapodást és közalkalmazottként dolgozik, mint amit a rezidensek aláírnak, tehát hogy Magyarországon marad, főállású közalkalmazottként állami intézményben dolgozik, és nem fogad el hálapénzt, hiszen ez is a rezidens ösztöndíj megállapodásnak a része, azok hasonlóan kapják meg ezt a 100 vagy 200 ezer forintos bérkiegészítést. Dömötör Csaba, a miniszterelnöki hivatal államtitkára decemberi sajtótájékoztatóján már tényként beszélt a januári béremelésről. Januártól 43 ezer ápoló és 18 ezer orvos kap magasabb bért. A szakvizsgázott fiatal orvosok 151 ezer forint plusz támogatásban részesülnek. Emellett a szakorvosi minimálbér nettó 270 ezer forintra emelkedik. Néhány napja pedig az Emberi Erőforrások Minisztériumának politikai államtitkára is megerősítette ezt. Az egészségügyben dolgozók pénteken kaptak fizetést, de sem az orvosok, sem az ápolók fizetése nem lett több. A független egészségügyi szakszervezetnél nem tudnak olyan dolgozóról, aki többet kapott volna, mint korábban. Pedig az ígéretek szerint a szakorvosoknak nagyjából nettó 100 ezer, az ápolóknak 10-20 ezer forinttal kellett volna többet kapniuk. Nagyon meg vagyunk egyrészt döbbenve azon, hogyha nincs fedezet, vagy nincs megfelelően összehangolt intézkedés, akkor miért kell az embereket még ezzel is frusztrálni. Az egészségügyi államtitkárságon azt írták az RTL híradónak, hogy csak a fiatal szakorvosoknak jár a támogatás, csak 5 évig, és azt sem automatikusan kapják, hanem a munkáltatójuknak kell igényelni külön az egészségbiztosítási pénztártól. Ezt eddig 357 orvosnál tették meg.